Jó hangulatú, játékos vetélkedővel vette kezdetét az idei világnapok találkozója elnevezésű civil rendezvény december 3-án a Stécé kávézóban. A megyénk fiataljait megszólító programnak több apropója is volt. A mai nap különös aktualitása, hogy a fogyatékosok világnapja december 3-a, amelyet 1992-ben nevezett el a ENSZ világnapnak. És két nappal később, 5-én pedig a önkéntesség világnapja kerül világszerte megrendezésre, amelyet 1986-tól rendeznek meg folyamatosan. A mai programot a mozgáskorlátozottak egymás segítők egyesülete, Sahután megyei város és a Csehő az Esélyek háza rendezésében kerül lebonyolításra. Úgy gondoltuk, hogy a fiatalabb bátoros iskolás korosztályt szólítsuk meg, őket érzékenyítjük, és ők hallják, lássák, tapasztalják, hogy milyen szerepe van a fogyatékosok életében is az önkéntességnek, illetve az önkéntességnek milyen jelentősége van. A tapasztalataink szerint először idegenkednek, de mihelyest megismerik személyesen a különböző problémákkal élők, hogyan lehet segíteni, akkor már szinte egymás nyakát törve rohannak segíteni, hogy könnyebbé tegyék a fogyatékosok életét, és önkéntesként tudjanak segíteni másokon. A rendezvény keretében az érdeklődők többek között megismerkedhettek az önkéntesség fogalmával és jelentőségével. Egy fiatal önkéntes, Fodor Tamás segítségével, aki tapasztalatairól beszélt a hallgatóságnak. A gyerekek mindezek mellett megismerkedhettek több pozitív példát mutató fiatal tehetséggel is. Zárásként a télapóval is találkozhattak az önkéntesség és az esélyegyenlőség jegyében megrendezett program résztvevői.